Sziasztok, Necrokrim vagyok, és eljött a harmadik presztízsem ideje, csipázni fogok végig a teljes presztízsben, mert hogy végre számomra, mint említettem régebben is, COD 4 és MV2 óta ez a játék hozza vissza azt a csipa stílus, amit én szeretek játszani. A megfontoltabbat, a mesterlövészfegyvernek használni, és megfelelő méretű pályák is arra, hogy kigondoljam a játékot, kigondoljam a lépésémet, és elhoztam most itt számotokra a játékot, ami ezt így azt hiszem, hogy gyakorlatilag hülyen bizonyítja, hogy én hogyan szoktam a csipával nem is konkrétan játszani a csipával, hanem gondolkodni és megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy élvezzem a csipa játékot, és szóljon ez a videó mindazok számára, akik nem találják a helyüket Call of Duty Ghostsban csipával, és vagy azok számára, akiknek nincs affinitásuk a csipához, és szeretnének egy-két jó tippet kapni, hogy miért pont tőlem, ugye nagyon tőlem nagyon ritkán láttok csipa játékot, és ez azért van, mert én magam sem vagyok annyira jó csipával, valahogy akármilyen játékra kerül szó, és mesterlövész fegyvert ezek a kezembe, ott annyira nekem nem megy a játék jól, tehát na, annyira nincs tehetségem a csipához, ám volt, ugye mégis tapasztalatom velük, tehát kiászottam a magam Call of Duty-t, és azt mondom, hogy COD 4-ben, MV2-ben igazán csúcskoromat éltem csipával, és jól ment a játék, tehát jól. És íme eljött a Call of Duty Ghost ideje, és azok, akiknek tetszett a COD 4 MV2, és az ottani csipa, akkor hát íme itt vannak egy-két tippek, akik nem találják a helyüket, vagy annyira nem jók csipával, de és még nem is találták meg, hogy hogyan szeretnének, vagy hogyan kellene, vagy hogyan tudnának játszani vele. Íme egy-két tipp arról, hogy én hogy szoktam csinálni, hogy vezettem rá magam arra, hogy csipázzak. Szóval egy kicsit kitérek, ugye állítólag itt nem lehet quickscope-olni, dragscope, stb., de lehet minden trickshotot meg lehet csinálni, kicsit macerásabb, de meg lehet. Sokszor kérdezitek, mi a baj velem és a trickshoterekkel, semmi az égvilágon, nagyon-nagyon tetszik, amit csinálnak, és nagyon jól mutat egy montázson, és a többi, de kicsit olyanok, mint a focinál a zsonglőrök, tehát marha jó trükköket csinálnak, és rohadtul jól tudják alkalmazni a trükköket, meg minden, de amikor a játékra kerül a sor, akkor az annyira nem megy, mint a trükközés. Szóval én nekem rohadtul nem mennek a trükkök, tehát nagyon nehezen tanulom meg őket, és annyira nem is érdekelnek, hogy őszintileg, de nagyon nehezen tanulom meg őket, de én viszont megtanultam a játékot. És akkor, mikor Black Ops 2-re, MV3-ra került már a sor, ott valahogy már inkább átment az irány az ilyen trickshoterek számára, kisebb pályák, pörgősebb játék, és nekem az nem feküdt, ezért nem láthatok tőlem szinte soha sniper játékot. Ha jól emlékszem, nagyon-nagyon-nagyon egy vagy két videóm van eddig kb. Ahol sniperrel vagyok, hát én itt most úgy döntöttem, hogy újra tanulom a snipert, mert itt számomra, tehát kihangsúlyozom, számomra ez megéri, és mindazoknak szeretnék segíteni, akik tényleg így nem találják a helyüket ebből a szempontból, hogy hogyan játszunk csipával Call of Duty Ghostban. Íme egy módszer, amit én sajátítottam el, és tanultam meg, hogy hogyan hozzam össze a killstreaket, vagy hogyan érek el egy jó KD ratio-t játékban, vagy egyszerűen élvezem csipával a játékot, és gondoljátok, próbáljátok ki, hát hogyha nektek is működni fog. Na most, alapvetően van egy játékstílusom ugye csipával, ha a pálya megengedi, akkor. Na most az első szempont ahhoz, hogy jól megtanuljunk csipázni, amint hallottátok az elején, egy teljes presztízst legalább arra szánok, hogy csak csipa. És tényleg ez kell. Tehát ha meg akarsz tanulni lőni, és azt hiszem itt a profi csipások is elmondhatják, én azt hiszem a minimum, hogy egy presztízst arra szánsz, de szerintem vannak köztetek olyanok, akik szinte teljes játék alatt csak csipával lőne. És kell. Ez kell minimum ahhoz, hogy elkezd megtanulni jól célozni. Én hogyan tanultam meg jobban célozni? Az a módszer volt, hogy ha belenézek a csipába, az első belenézés mindig a legjobb lövés. Ha kell ösztönből, reflexből, még rá is igazítasz, de az is jó lesz. Szóval az első belenézek a csipába, az a legjobb lövés. Ha hosszan nézel bele a mesterlövész távcsőbe, az már nem jó.
Tehát ha hosszan nézel bele, szinte az első lövés még néha a másikat is mellé fogod lőni. Ezért mindig az első reflexzerű ösztön lövés lesz a legjobb. Nálam legalábbis 90%-ban az volt. Belenéztem a csipába, ha szükség volt rá, egy reflexből igazítottam, lőttem, bim, megvolt. 90%-ban ez így volt. Ha hosszan néztem a távcsőbe, tutira mellé lőttem. Szóval... Nos, az első, tehát első szempont, rohadtul sokat kell csipázni, megtanulj precízebben célozni, és megtanulj gyorsabban célozni. Ennyi, minden pályán csipával, minden pályán. Ezáltal megtanulsz taktikusan játszani, és reflexzerűen trickshotolni például, hogyha szükség van rá. Na most, hogyan szoktam én taktikusan játszani, ugye el is árultam a trükköt, taktikusan játszani csipával, mik az első lépéseim egy pályán, és hogyan jutok el odáig, hogy összeszedjem a killstreakhez megfelelő killeket. Na most minden játék elején ugyebár vannak tipikus útvonalak, a többség, nem mindenki, de a többség elindul a tipikus útvonalak, ugye. Azokhoz ugye beállsz, kifigyeled és már is ki tudod szedni az első pár killedet. A következő lépésem, hogy megnézem, hogy hova bújnak el a kemperek. Addig a harmadik presztízsben ezeket már tudni fogod, ezért a harmadik presztízsben kezdem el. Tehát nagyjából már ismerni fogod olyan szinten a pályát, hogy tudod, hogy ki merre mozog és hol vannak a kemperek. Kinézed, hogy hol vannak a kemperek, kiszeded őket több-kevesebb sikerre, majd az ő helyükre mész, ezért te is felfedezed, hogy honnan kényelmes csipázni. És hogyha ez már megvan, a kemphelyről is kiszedsz néhány emberkét, ezáltal ugye már megjegyzik, hogy ott vagy, így aztán jönnek vadászni, utána jön a vadász, ugyebár. Na most neked viszont csapdát kell állítani, és itt jön a különböző claymore-oknak a funkciója. Csapdát állítasz a vadásznak, és az oda tévedő újabb kempernek, gyakorlatilag. És ott hagyod szépen, elmész, amikor már a szükség megkívánítani, de már kiszedtél ott legalább kettő, maximum három embert azon a kemperhelyen, ott kell hagynod, mert már jönni fognak utána. Tehát ott hagyod szépen a kemper helyet, ott hagyod a csapdádat, és kérem szépen az eseteknek 70%-ában belesétálnak a csapdába, és már is egy újabb plusz skilled van, és emléhez hozzá se kellett nyúlnod a csipához. Ez mindazoknak a játékosoknak mondom, akik egy kicsit ugye tehetségtelenebbek csipához. A következő aranyszabályom, ez szinte ha jól megy, akkor már játék elején megcsinálom, az pedig szerzek egy fegyvert, egy másodlagos fegyvert, ha már eleve nincs beállítva, de bár erre én nem szeretek perket pazarolni. Ezért fogok, lelövök valakit és elveszem a gépfegyverét, itt is szereztem egy AK-12-t. Azért, hogyha szorult helyzetbe kerülök, akkor legyen nálam egy jó másodlagos fegyver, ne a KP-val kelljen killonnom. Szóval, szerez magadnak egy jó másodlagos fegyvert, hogyha nem vagy annyira jó csipával, és én például nagyon nem vagyok jó közeltávra, szóval közeltávra számomra aranyszabály, én mellé lövök. Tehát hód biztos, hogyha 10 méteren belül van, virtuális, ahogy mondom, 10 méteren belül van, én tutira mellé fogok lőni. Szóval gyakorlatilag ezért kell nekem egy fegyver, de erre nem szeretek perket pazarolni, inkább használok egy fókuszt vagy valamit, mert akkor, hogyha rám lőnek, vissza tudok lőni, mondjuk, stb. Így hosszú távon. De számomra középtáv és hosszú táv az, ahol eltalálom az embereket szinte biztosan. Középtávon nem tudok, ezért van nálam mindig egy gépfegyver. És ezt azt hiszem, ez így helyenként ki is jött ebben a játékban is, hogy mikor találom el az ellenfelet igazán. Szóval ez az én módszer, ez a nekrokli módszer. Kisebb pályákon ott ne szerez másodlagos fegyvert, hanem csak csipával menj, azért menj csak csipával, hogy megtanulj gyorsan célozni, és megtanulod azt az első reflex célzást, ami a legjobb. És ebben igazoljatok ti profik, akik jól csipáztok, igazoljatok engem, hogy ez így van-e, hogy ugye tényleg az első reflex lövés az, ami a legjobb. És szinte az jön be mindig 100%-ra. És én úgy vagyok vele, hogy ezt szeretném megtanulni, hogy gyorsabban, reflexből jobban célozni, ezért kis pályákon végképp nem szerzek egy másodlagos fegyvert, de ilyen nagyobb, közepes pályákon ott megszerzem a másodlagos fegyvert, mert ott egy olyan játékot alkalmazom, ezt a maximálisan taktikusabb játékot, megfontoltabb lépéseket, hogy jobban tudjam alkalmazni a játékomat. De kis pályákon számomra ugye nem számít, ott csak meg akarok tanulni jobban célozni, ott rásolok. Itt meg ezt a félrás, félkemp
stílust alkalmazom, és megpróbálom úgy kiszedni az embereket, és elérni a készülékemet. Mivel már elértem a készülékemet, sokkal ismertek, mert teljesen mindegy, hogy milyen játékot játszok, de a célomat megszereztem, elértem, stb. Úgyhogy ezek lettek volna az én módszerem. Én így tanultam meg annó Code 4-ben és MV2-ben, Code 4-ben, hogy úgy mondjam, egy teljes 55-ös szintig eljutást végig csináltam ott is csipával, gyakorlatilag azért, mert ugye a bolt barátnőm, ő nagyon szeretett csipázni, és jól is ment neki, ez nem, hogy már neki jobban menjen a csipa, mint nekem, de mindig is jobban ment neki a csipa, mint nekem, úgyhogy mindegy. És nekem is meg kellett tanulni, ott azért tanultam meg, MV2-vel azért tanultam meg, mert nagyon megfogott az intervention kinézete, hangja és a többi, ott azért jutottam el odáig, hogy újra csipa, és nagyon-nagyon megszerettem, mert lehetett, mert jó játékot tudtam vele alkalmazni, és ott tanultam meg taktikázni csipával, mert volt rá lehetőség, rá voltak pályák, ahol ezt meg lehetett csinálni, például egy Wasteland, és itt újra eljött, és nem is egy pálya van, ahol lehet jól csipázni, és nem is egy pálya van, ahol ilyen köztes játékot is lehet játszani, hogy rásolsz is, meg kempelsz is, meg csapdát is állítasz, és ez nekem nagyon fekszik, és nagyon jó, és ez a videó mindazoknak készült, akik ebben a stílusban szeretnek játszani, vagy nem tudnak játszani, és szeretnének megtanulni egy stílust. Hát köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna, kíváncsiak, beválnak ki a tippeim, hagyjatok ott kommentek, számomra ez nagyon fontos, hogy sikerül-e, hogy mondok-e valami igazságot, és főleg a tapasztalt csipásokra vagyok kíváncsi, hogy mondtam-e valami igazságféleséget. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!